Köszöntöm a nézőket! A Mátyás Corvinus Kollégium előadás sorozatának volt a vendége Demko Attila, az MCT geopolitikai műhelyének vezetője. Hogy mi mindenről szólt a hallgatósághoz, azt megtudhatják a következő percekben. Tartsanak velünk! Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és hogy hát a világban meglévő kihívásoknak egy részéről legalább tudjunk beszélni, nem az egészéről. Ma az instabil déli félholdról lesz szó, Nigériától Pakisztánig. Nem elsősorban Nigériával vagy Pakisztánnal fogok foglalkozni, az egész régióval, kiemelve néhány olyan országot, amelyeket személyesen én jobban ismerek, tehát Irakkal, Afganisztánnal, meg némileg Iránnal fogok még a végén foglalkozni. De mielőtt ezt elkezdeném, ha már könyvekről volt szó, ez a legújabb kiadványunk, vagy általam szerkesztett, meg részben általam írt kiadvány, ez a Világ 2021-ben, tehát amikor geopolitikai kihívásokról, a világ problémáiról beszélgetünk, akkor ez a kiadvány, amely egyébként ingyenesen letölthető az MCC honlapjáról, a mai előadásnál azért jóval tágabban bemutatja ezeket a kihívásokat, de ugyanakkor Nigéria is van benne, meg számos száhelövezeti ország, Líbia, Irak, tehát sok mindenről írunk, de azért nem csak erről a térségről, Oroszországról, Egyesült Államokról, tehát ez egy valódi körbejárása a világnak, még a mai alkalom alapvetően erre a déli régióra fog fókuszálni, ami sokkal közelebb van annál hozzánk, mint képzeljük. Pár hete jártam Portugáliában, és elgondolkoztam, hogy ez a hosszú repülőút, ezzel a repülőúttal gyakorlatilag Izraelig vagy Szíriáig is eljuthattam volna, tehát Portugália nagyjából olyan távolságban van, mint Szíria, ahol még ma is polgárháború folyik, tehát nem olyan óriási távolságok ezek. Gondoljunk bele, hogy Afganisztánból hány határon kell átjönnie valakinek ahhoz, hogy elérjen az Európai Unióhoz. Hát nem olyan sok, rát kell jönni az afgán-iráni határon, az iráni-török határon, és a török határon a következő már vagy a görög, vagy a bolgár határ, tehát Európai Uniós határ. Nem akkora távolságok ezek, ugye még történelmi távlatban sem voltak ezek akkora távolságok, hát gondoljunk bele, Nagy Sándor Indiáig jutott, Indiáig összerakott egy évtized alatt egy birodalmat, tehát ezek még az ókori léptékben sem áthághatatlan távolságok. Ez egy geopolitikai tér, ami Európához abszolút kötődik, Európára, ami ebben a térségben történik, közvetlen hatással van. Még az Egyesült Államokra nem. Ugye az Egyesült Államokat két óceán választja el a világ többi részétől, ugye Dél-Amerika felé van csak kitettsége, de hát a mexikói határ az ahhoz képest, amivel Európának szembe kell néznie, meg amelyet ellenőriznie kéne, azért az egy meglehetősen kis kihívás, még úgy is, hogy az Egyesült Államoknak ez is óriási gondokat tud okozni. Mi jellemző erre a térségre? Na most a térségbeli országok többségének a helyzete már 2020-ban, illetve 2021-ben is, tehát most is nagyon, nagyon nehéz. Az alapkihívás ezeknél az országoknál a népesség robbanás. Itt ebben a térségben vannak a legnagyobb népességnövekedési országok a világon. Ugye eszünkbe jut Dél-Amerika, hogy ott mi van, most Dél-Amerika messze nem ekkora populációs robbanással kell, hogy szembenézzen. Ráadásul ezek az országok jó részt gyarmati kreálmányok. Ezt szó szerint nem akarok tiszteletlen lenni egy országgal se, de a legtöbb országot ebben a Nigériától Pakisztánig terjedő térségben a gyarmattartók rakták össze. Nigériát meg Pakisztán például alapvetően brit termék. Tehát a brit-afganisztáni határ, az nem egy természetes határ, azt ugyanúgy kvázi az ottani közösségek rákényszerítették a britek, mint mondjuk ránk a trianoni határokat. Ugyanúgy Nigéria sem egy természetes ország, még maga a neve is egy brit tisztviselő feleségének a találmánya, egy száz akárhány éves nép, a Nigéria név, egy Pakisztán is alapvetően tehát egy kitalált név. Ezek nem a régi birodalmaknak az utód, ugye léteztek az afrikai, a Száhel térségben is korábbi államok, meg nyilván az Indus-völgyi civilizációk sok ezer évre mennek vissza, de ezek az országok a mai formájukban a gyarmattartóknak a kreálmányai. Tehát
nehezen tudjuk ezt elképzelni, ugye nekünk van egy több mint 1000 éves államunk, van egy szerves fejlődésünk, még akkor is, hogyha voltak benne komoly törések. Ezek az országok általában nem több mint 100-150 évesek. Sőt, mondjuk Pakisztán esetében, hogy egy 1947 után létrejött országról beszélünk. Tehát egy nagyon-nagyon friss, nagyon-nagyon nagy belső bizonytalanságokkal, kevés gyökérrel rendelkező országokról, és olyan országokról beszélünk, amelyeknek az etnikumait gyakorlatilag egymáshoz kényszerítették a gyarmattartók. Tehát ezek alig van olyan ország ebben a térségben, ami egy természetes egység lenne, történelmi egység. A legjobb példa, ami tényleg egy természetes történelmi egység, de még ott is belenyúltak a brit gyarmattartók a fejlődésbe, az Egyiptom. Mert Egyiptom az tényleg sok ezer éve létezett, és az máig egy akár mekkora kihívásokkal rendelkezik egyébként Egyiptom, mert rettenetesen nagy kihívásokkal rendelkezik az az ország is. Attól függetlenül azért nagyobb a belső kohéziója, mint ezeknek a teljesen mesterségesen összerakott államoknak. És mi a még a nagy probléma sok térségbeli országnál? Ugye a gazdasági perspektíva. A népességrobbanás egy dolog, a népességrobbanást is lehet kezelni, hogyha van gazdasági perspektíva. De a legtöbb országnál nincs. Azok az országok, amelyek viszonylag gazdagok, azok olajállamok. Olaj vagy más, valamilyen más nyersanyag, mondjuk gáz termelő országok. De például a legnagyobb ország, ugye ebben a térségben a legnagyobb népességű ország, tehát a most vizsgált térségben az Nigéria, ugye ez egy nagy olajtermelő. Tehát ha az olaj szerepe csökken, ugye ezt most éppen rosszkor mondom, mert 500 forint körül van már, hogy az autópályán néztem, be is sokkolódtam, hogy milyen benzin meg dízel árak vannak, de higgyék el, hogy ez egy átmeneti jelenség, ugye hosszabb távon azért az olajnak az ára csökkenni fog. Egész egyszerűen azért, mert kevesebb olajat. Nagyjából 2030-35 körülre teszik az olaj felhasználásnak a csúcsát. Onnantól kezdve egyre kevesebb olajat fogunk felhasználni, mert állunk át az elektromos autózásra, ki tudjuk váltani az olajat. Nem teljesen, nyilván ez egy hosszú folyamat, de 2030-35 után a plató, majd a csökkenés fog bekövetkezni. Nem azt mondom, hogy azonnal nagyot fog csökkenni az olajár, lehet, hogy magasan tudják tartani az olajár, de ez a kitermelés mennyiségének csökkenésével fog járni. Ugye, ha csökken, most egy 100 millió hordó körüli fogyasztás van naponta. Ha ez lecsökken, akkor az adott volumen, amit egy ország be tud szedni belőle, meg mondom, hogy ha még az egységár nem is megy le nagyon, akkor az kisebb lesz. Tehát ez egy nagyon-nagyon problematikus. Ugye mondtam, hogy az országokon belül, illetve az országok között is súlyos történelmi vallási ellentétek vannak. Ugye alapvetően nem, tehát ezek nem mind, de alapvetően iszlám országok. Tehát Nigéria ugye fele-fele, nagyjából fele keresztény, fele muzulmán. Nagyon komoly egyébként a két vallási közösség közötti feszültség is, ebben a hatalmas afrikai országban, meg azon kívül a töménytelen etnikum között is. Tehát a Nigéria alig, hogy megszületett, pontosabban függetlenné vált, egy hatalmas polgárháborúval kezdte a létezést, az úgynevezett biafrai háborúval, amiben milliók haltak meg. És ez a feszültség Nigériában máig ott van. Tehát ne higgyük azt el, hogy ez elmúlt, tehát egy ilyen emlék nem múlik el, azon kívül van még ezer, tehát egy alacsony szintű polgárháború van már most is az országban, és ez jellemző, hát ugye Afganisztánról tudjuk, hogy mi van, de Pakisztánra is. Tehát Pakisztánon belül is a területek, egyes területek közti nagyon, nagyon komoly ellentétek vannak, tehát a törzsi régiók között, a Beludzs régió, illetve a pakisztáni Heartland, az alacsony szintű konfliktusban, vagy akár mondhatjuk, tehát erőszakos konfliktusban van egymással. Sőt, tehát vannak kifejezetten elszakadási mozgalmak is. Tehát itt felsoroltam rengeteg országot. A térség országainak többsége tényleg vagy effektíve polgárháborúban van, vagy jelentős belső konfliktusa van, vagy nagyon nehéz gazdasági helyzetben van, vagy azt látjuk, hogy most még tudja menedzselni magát, mondjuk azért, mert van olaja, de hosszabb távon ezzel a populációval fenntarthatatlan. Most mondok önöknek egy országot, ahova sokat járunk, és nagyon, nagyon gyönyörű ország,
mondjuk olajuk éppen nincsen, de azt gondoljuk, hogy egy stabil ország, mert nem hallunk onnan semmit. Jordániából ugye nem nagyon vannak hírek, annyit tudunk, hogy lemegyünk az akabai öbölhöz, és milyen jól érezzük magunkat, meg milyen szép Petra. Most Jordániának 120 éve körülbelül 200 ezer lakója volt. Ez az ország, azért emeltem ki ezt az országot, mert kb. Akkora, mint Magyarország, azt hiszem talán 92 ezer négyzetkilométer, tehát mint a mai Magyarország akkora. Ebből a 200 ezeres népességből, tehát ez alig több, ugye, mint Székesfehérvár népessége, egy 92 ezer négyzetkilométer, azért jó rész sivatagos területre, lett egy 10 milliós ország. Most azért gondoljunk ebbe bele, hogy ez mekkora népesség növekedés, mondjuk itt persze van rengeteg beáramló menekült, tehát a palesztin menekültek, meg az utóbbi időszakban a szíriai menekültek dobták meg ennyire a népességet, de hát ez, nem vagyok túl jó matekban, de ez mintha 50-szeres népesség növekedés lenne alig több, mint egy évszázadon belül. Tehát a Jordániába elmennek, hogyha egy kicsit mögé néznek a szépségnek, mondjuk Petrában vagy Akabában, akkor láthatják az óriási feszültséget. Ez még nem robbant ki, de lehet, hogy 10 év múlva a jordán polgárháború lesz úgy benne a hírekben, mint hogy a szíriai polgárháború volt benne pár éve. Mert ezek kezelhetetlen dolgok. Tehát a víz, az országon belül ilyen apró problémák vannak, mint a víz kérdés, hogy lesz-e elég víz ennek a növekedő népességnek. És akkor nézzük meg ezeket a népességi adatokat néhány országnál. Tehát, hogyha megnézzük, Nigéria. Van egy, a függetlenség előtti korban van egy 30 milliós ország. Ugye ez kevesebb, mint Lengyelország. Ez az ország ma 200 millió fölötti. 2050-re 402 millió lakosa lesz, és amikor ugye nagyon nehéz jósolni általában, évtizedekre előre. Ebben egyetlen egy kivétel van, az a demográfia. Ugyanis azok a generációk, akik a következő nagy generációt szülik majd meg hozzák össze, tehát azok a családok már köztünk vannak. Tehát 2021-ben most, aki 5 éves, az mondjuk a nigériai viszonyok szerint 10-15 éven belül már a családos ember lesz, és egy újabb nagy generáció fog megszületni. Tehát a demográfia az előrejelezhető, ha nem is évszázados tekintetben, de hogy egy-két generációra az biztos. Tehát amit itt látunk, nyilván azt nem tudja előrejelezni, hogy mi van, hogyha lesz egy polgárháború. Azt nem jelzi előre, de ha a mai viszonyok megmaradnak, és még figyelembe is vesszük, hogy csökken a családok mérete, mert csökken egyébként Afrikában is, még akkor is egy 400 milliós ország lesz. Most ez a Nigéria, ez 1 millió négyzetkilométeres, ez nekünk soknak tűnik, de azért gondoljunk bele, hogy Magyarország, most szorozzuk egy kicsit, legyünk egy kicsit nagyobbak, 10-szer akkora, mint Magyarország. Kicsit több, mint 10-szer akkora. Nekünk van 10 millió, kevesebb, mint 10 millió lakosunk, egy egyébként elég termékeny országra, amiben van minden. Na most, hogyha megnézzük, hogy 400 millió egy 10-szer akkora országban, hát hogy nézne ki Magyarország mondjuk 40 millió emberrel? Mit tudnánk kezdeni 40 millió emberrel? Csak gondoljunk bele. És itt nagyon gyors a népességnövekedés. Tehát arról van szó, hogyha megnézzük, 2,5%-os a nigériai népességnövekedés, mintha Magyarországon évente 250 000 nőne a népesség. Tehát kéne, mennyi Székesfehérváron, olyan 120 ezer körül, kéne két Székesfehérvárt, 98, akkor 2,5 Székesfehérvárt kéne a semmiből megépítenünk, iskolákkal, utakkal, csatornázással, mindennel. Ez a kihívása van Nigériának. Nyilván a nagyobb méretekben. Tehát hogyha megnézzük, bocsánat, csak a valaki... Én vagyok benne? Vagy ki van benne? Tehát a lényeg az, hogy ezek nagyon nagy kihívások, és ugye Nigéria az még nem is a maximum, mert a maximum az Niger, ahol a népesség növekedés az majdnem olyan, mintha nálunk közel 400 ezer fővel nőne évente a népesség. 400 ezerre minden évben. Hát azt jelenti, hogy most 9,8 milliós Magyarország, hát gyakorlatilag elérné majdnem, egy 10 éven belül elérné majdnem a 14 milliót. 10 éven belül. Tehát Nigernek 2,5 millió lakosa volt 1950-ben, 2050-ben 65 millió lesz. Ez egy nagyobb ország egyébként jóval, mint Magyarország, csak a nagy része éppen a Száhel-övezethez tartozik, tehát nem túl termékeny terület. És ott is van probléma, hogy ezen lehet vitatkozni, hogy ez a klímaváltozásnak a primer hatása-e, mert van egy kiszáradás.
Vagy egyszerűen azért van, mert egyre több vizet vesznek ki az emberek ugye a kutakból. Minél több ember van, annál jobban szívják ki a vízkészletet. Ez hosszú távon, sőt nem is olyan hosszú távon, tehát Niger egy abszolút fenntarthatatlan ország, erre semmiféle recept nincs. Tehát itt Niger esetében én speciál nem látok semmiféle megoldást, lehet, hogy valaki lát, azon kívül, hogy az országból vagy el kell jönni, vagy belső polgárháború fogja felemészteni a lakosságot, vagy egy éhínség. Fenntarthatatlan ország. Etiópia. Ugye Etiópiát sokáig Afrika siker történetének tartották, ez volt az az ország. Ugye ahhoz, hogy egy ország fenntartható legyen, a stabil gazdasági növekedésnek, tehát nem csak a fogyasztáson alapuló gazdasági növekedésnek, felül kell múlnia a populációs növekedés. Na most Etiópia esetében ugye van egy 2,5%-os népesség növekedés, ami azt jelenti, ez azt jelenti, hogy egy olyan 5-6-7%-ot kell növekedni ahhoz, hogy valójában jobb legyen a következő generációnak hosszú távon. És ezt egy ideig meg is csinálta Etiópia, csak Etiópia is alapvetően, Etiópia nem úgy mesterséges állam, mint mondjuk Nigéria vagy Pakisztán, ugyanis Etiópiának van egy birodalmi magja, van egy komoly történelme, de voltak éppen ez is. Egy végeredményben egy gyarmati termék, ugyanis a gyarmattartókkal, főleg az olaszokkal való kiegyezésben alakultak ki az etióp határok. Például a szomáliai népességnek egy nagyon nagy része, ugye Szomáliáról tudjuk, hogy ez egy független ország, az Etiópiában van, tehát ott ketté vágták a szomáliai népességet. Olyan probléma egyébként, tehát ilyen, hogy kisebbségeket ketté vágnak, ezer meg egy van a világban, ugye mi magyarok úgy érezzük, hogy ez a mi közvetlen, kegyetlen problémánk, de itt is megvan, tehát a szomáliai népességet, vagy az afgán népességet, vagy beszélni fogok Afganisztánról, effektíve ketté vágták a gyarmati határok, tehát mind a két oldalon szomáliaiak, illetve afgánok élnek, tehát Etiópiánál van Szomáliának egy, történelmi Szomáliának egy jelentős része, és emiatt volt háború is egyébként Etiópia és Szomália között a 70-es években. Ezt már rég elfelejtettük. Most Etiópiában nem ezért van háború, a tigrei konfliktus az túl hosszú lenne, meg szerintem így is már egy kicsit lassú vagyok ahhoz képest, hogy milyen kevés az idő, ugye ez nagyjából egy órára méretezett előadás. A lényeg az, hogy itt egy 120 milliós, most már 2020, tehát ez 112, többféle adat van, 113-120 milliós ország van polgárháborúban. Ugye Szíria, ami a nagy válságot okozta 2015-ben, az egy 22 milliós ország volt. Ennek 112-120 millió lakosa van. Amikor a lakossági számokról beszélek, nyilván nem úgy kell ezt felfogni, mint a magyar számokat. Tehát nincs ez olyan pontosan megszámolva sok országnál, nem vezetnek úgy anyakönyvet, de nagyjából ezek valós számok. Ugye Pakisztán, a másik vég, ugye ott 46 millió 1960-ban, most 220 millió, ott is 2% feletti. Vannak stabilabb országok, tehát Afrika egyik legstabilabb országa Marokkó, egy gyönyörű ország, mindenkinek tudom javasolni, hogy menjen el. Ugye ott 8 millióról nőtt 37 millióra. Ezt azért mondom el, hogy nagyjából Marokkó állítható párhuzamban Magyarországról, ugye nálunk 9,3 millió volt 1950-ben a népesség, de azért nézzük meg, hogy milyen problémánk lenne, ha ma Magyarország 40 milliós lenne 50-től. Azért ezek nem kis teljesítmény, hogy Marokkó úgy működik, ahogy működik. Tehát egyébként le a kalappal, mert Marokkó működik, mint ország. Tehát oda megy az ember, ott működnek a dolgok. Egyébként így fog kinézni 2100-ban Afrika, hogyha nem történik valami. Tehát mondjuk egy közel 800 milliós Nigéria, 1 millió négyzetkilométeren, az nem egészen két Franciaország. Az Európai Unió népessége nincs 450 millió. Több mint 3 millió négyzetkilométeren, és azért jobb állapotban lévő négyzetkilométeren, tehát úgy értem, hogy nagyobb fenntartó képességű területen, hogy a Nigériának az északi része, az már a Száhel déli részében őserdők is vannak, tehát nem egy kifejezetten jó mezőgazdasági vidék, de hát ott van például Kongó, vagy Zaire, annak közel 400 millió lakosa van, hogy a kongói őserdő, Kongó medencének az őserdője van most. Abból az őserdőből mi lesz közel 400 millió emberrel 2100-ra, azt inkább ne találgassuk. És egyébként Afrika esetében, hogyha megnézzük a számokat, ugye azt lehet látni, hogy alapvetően pont ez a középső és északi, tehát az Európához közelebb eső térségben van az igazi nagy népességrobbanás. Nem a déli részeken. Tehát Dél-Afrika népessége nem nő olyan magasra, meg ott alapvetően kisebb országok vannak, tehát a földrajzilag Európához legközelebb eső régiókban történik ez meg, és mondom, ez
alapvetően tudomány, tehát ezek az ENSZ adatai, meg tudományos, tehát különféle adatokból szedtem össze, de alapvetően ENSZ adatok, ENSZ projekciók. Jó. Tehát hogy fog ez a térség igazából kinézni? Igazából nem így fog kinézni, már így néz ki ma. Válság, 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 polgárháború, válság, polgárháború. Terrorizmus, polgárháború. Most nem azt mondom, hogy minden ország ilyen, majdnem minden országban, higgyék el, majdnem minden országban, az egész térségben, tehát szó szerint Nigériától Pakisztánba van valamilyen fegyveres konfliktus. Majdnem mindenhol. Tehát az az élet, amit mi itt élünk, és amiről annyit panaszkodunk, hogy milyen rossz, az nekik tényleg az álom. Magyarország. Hát ugye mondják, hogy Magyarországra nem akarnának jönni, nézzék, ahol nincs víz, meg nincs élelem, ahhoz ez a zöld táj, ugye ezek a tájak, én azért voltam sok helyen, hát Marokkótól gyakorlatilag a pakisztáni határig, zöldet nem nagyon lát az ember. Tehát ez nem jellemző. Tehát ezeknek az országoknak egy jelentős része, az nagyon, nagyon nagy mértékben elsivatagosodott, vagy soha nem is volt igazából termékeny. Mondjuk Egyiptom egy kivétel, ott tényleg van egy zöld sáv, egy nagyon sűrűn lakott zöld sáv. Az ország területének az 1 millió négyzetkilométeres Egyiptomnak a 0,5%-a, azaz 50 ezer négyzetkilométer, ami, nézzük meg, a magyar 93 ezer négyzetkilométernek gyakorlatilag a 100%-a termékeny. Tehát így hasonlítsuk össze ezeket az országokat, meg az, hogy ki a vonzó és ki nem az. Tehát a térség kitettsége, ahogy az elején elmondtam, rendkívül nagy a etnikai konfliktusok, a vallási konfliktusok, az élelmiszer és víz alapú konfliktusok. Tehát nem csak arról van szó, hogy azért van már háború mondjuk Etiópiában, mert nem szeretik egymást a népek, hanem egyszerűen a területér. Törzsek, meg ugye ezek bonyolult társadalmak, tehát nem mindenhol úgy vannak nemzetek, vannak kialakult nemzetek is, de alapvetően nem úgy nemzetek, mint az európai nemzetek. Törzsek, falvak is háborúznak egymással. Kell az a legelő. És akkor 100 embert megölünk a szomszéd faluban. Higgyék el, ilyen jellegű konfliktusok vannak, és ezek nem választható konfliktusok. A mi háborúink Európában, az első világháború, második világháború, az választható háború volt, semmi nem kényszerített rá igazából a háborúra. Tehát ugye mi a kényszer, ha nincs elég víz, élelmiszer egy társadalomban? Ez az igazi kényszer, amikor meg kell szerezni az ember családjának a vizet meg az élelmet. Na, ilyen háborúk lesznek, már vannak Afrikában. Ugye Nigériára is jellemző, hogy egy falu összecsap a nomádokkal, mert a nomádoknak kell a legelő, és lelegelik a növényzetet, a falu meg ezt nem akarja hagyni. És akkor mondjuk a nomádok egy-két, amikor visszaverik őket, bemennek éjjel a faluba, és lemészárolnak 50 vagy 100 embert. Nigériában ezek, minden hónapban történik valami hasonló, most enyhe túlzással. Sőt, szerintem minden hónapban történik valami hasonló, csak nem igazán jut el már Európáig a híre. Hát mondom, lehet, hogy önöknek ez túlzónak tűnik, de ez abszolút nem túlzás. Ez abszolút nem túlzás, és ez csak rosszabb lesz a következő 3 évtizedben. Lehet azt mondani, hogy csodálatos megoldásaink lesznek, technikai megoldásaink mondjuk az élelmiszerre, mert ugye van rengeteg olyan potenciál a világban, tudományos potenciál, hogy legyen egy újabb zöld forradalom, és legyen egyre több és több élelem, de a normális ember életnek nem csak az a része egyébként, hogy vízünk meg élelmiszerünk legyen, ugye ez az alap, hanem az is, hogy legyen egy munkahelyünk. Most ha nekem valaki megmondja azok közül, akik szerint ezt meg lehet oldani, hogy olyan lesz 1,3 milliárd embernek 30 éven belül normális munkája Afrikában, az szerintem Nobel-díjat érdemel. Nagyon nehéz kérdések ezek. Tehát ugye sok-sok 100 millió munkahely fog kelleni ennek a populációnak, és nem látszik. Ugye Kína tudta ezt egyedül megcsinálni, csak Kína az egész világ gyára volt. Ugye a kínai népesség az 500 millióról felment egészen 1,4 milliárdig, de ott azért, amit meg tudtak csinálni, az példátlan. Tehát, hogy ezt Afrikában ilyen etnikai, ilyen ennyire mesterségesen összerakott államokkal meg tudják csinálni, az több mint kétes. Három országról mondtam, hogy egy kicsit hosszabban fogok beszélni, vagy külön kiemelem. Egyrészt azért, mert a hírekben sokat vannak, másrészt pedig azért, mert ezeket az országokat valamivel jobban ismerem,
Pontosabban ezeket tényleg jobban ismerem a többinél, mert Afganisztán referens, meg Irak referens voltam, meg ebbe a két országban jártam is, meg azért Iránnal is foglalkoztam. Tehát Afganisztán. Az a nemzetépítési kísérlet, amit a nyugat elkezdett, az eleve egy gyakorlatilag egy Mission Impossible, egy lehetetlen küldetés volt. Erre tényleg elköltöttünk egyébként magyar adófizetői pénzből is, mert ugye 2007-ben vagy 2008-ban mentünk ki a PRT-ba, egy tartományi újjáépítési csoportba, ami egyébként nem újjáépítési csoport volt, mert egy csomó mindent nem is lehetett újjáépíteni, nem is létezett korábban. Tehát sok mindent csinált egyébként maga Magyarország is ezért az országért, de hát nyilván arányaiban, nem csak arányaiban, abszolút számban, de arányaiban is az Egyesült Államok próbált meg a legtöbbet, és egyébként a legsikertelenebbül tenni. Nem tudtak mit kezdeni ezzel az országgal a nyugatiak. Ugye egy nagyon kemény törzsi kultúrájú társadalom, törzsi szokásjogon alapuló társadalom, alapvetően egy igen kemény iszlám társadalom. Megszállónak tartották a nyugatiakat. Ezt végig lehetett érezni, végig tudtuk, hogy ez nem fog működni. Ez is olyan, egy ilyen bizonyos értelemben egy ilyen Patyomkin gyár volt, amiben lejelentették, például a magyar tiszteknek megmondták, ugye én a honvédelmi minisztériumban voltam, én hallottam ezeket a sztorikat, hogy az afgánokat, akiket kiképeznek, azokat nem szabad megsérteni, azoknak csak jó jegyet lehet adni. Tehát teljesen mindegy, hogy az afgán tiszt azt megvette a pozícióját, vagy a pozícióban lévő kabuli papa rakta-e be, annak át kellett mennie a vizsgákon. Vagy hogy éppen egy jó tiszt. Ugyanazzal az eredménnyel végzett. Ugye kiképzőink ott voltak, ha nem tudott két darab gránátot eldobni, vagy nem tudott egy alakulatot bármilyen szinten normálisan irányítani, akkor is át kellett engedni. Tehát ez az afgán hadsereg azért omlott össze, mert igazából nem abban a formában, hogy egy haderőnek léteznie kell, nem létezett. Hát ez lett ez a nagy nyári vereség. Mondjuk személy szerint engem is meglepett, hogy ilyen gyorsan összeomlott. Tehát azért nem hetekbe gondolkodtam én se, hogy elköltünk pár tízmilliárd eurót csak a hadseregre. Ugye a magyar haderőfejlesztés ennek a töredéke, és mit tudtunk volna ezzel, vagy mit tudnánk ennyi pénzzel kezdeni, tehát nem, tehát elfolyt ez a pénz. Elfolyt ez a pénz, abszolút nem hatékonyan folyt el ez a pénz. Itt is van egy évi 1 milliós népesség növekedés. Tehát amikor az afgánok befogadásáról beszélünk, és nyilván az a, én személy szerint egyetértek, hogy a magyarokat segítő afgánokat befogadtuk, ugye ez egy pár száz ember csak, és ez nem fog problémát jelenteni, de azt gondolni, hogy azzal, hogy befogadjuk ezt az afgán menekült hullámot, ami sok százezres lesz, ezzel bármiféle segítséget adunk ennek az országnak, vagy bármiféle jövő tud ezt teremteni, mondjuk azzal, hogy majd hazaküldik a pénzt, vagy bármi. Évente 1 millióval nő a népesség. Tehát mit? Évente 1 millió embert fogadjunk be csak Afganisztánból. Tehát ez a teljes mértékben irreális elképzelés. Nem segítünk se Afganisztánon, Európát viszont tönkretesszük. Tehát ezt kell érteni, ebben semmiféle túlzás nincsen. És mondom, Afganisztán egy ország. Ezek közül nyilván igazából olyan se nagyon létezik, tehát van egy afgán tudat, de itt is nagyon különböző etnikumú emberekről van szó. És mondom, még az adott etnikumon belül is különféle adott esetben nagyon különböző egy városi afgánnak és egy falusi afgánnak a gondolkodása. Tehát egy városi afgán, az képzeljék el, hogy lehet, hogy tényleg itt ülnek köztünk, nem is tudnák megmondani esetleg, hogy afgán, mert alapvetően európid, tehát hogyha nem öltözik be afgánnak, akkor Európában nem biztos, hogy feltűnik. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy egy városi azt lehet, hogy teljesen jól be tud illeszkedni a mi kultúránkba, de egy olyan faluból jött, ahol írni, olvasni nem tanult meg, ott az biztos, hogy nem fog meg. Nagyon fura lesz neki az, hogy mondjuk a nők szoknyába járkálnak az utcán, mert ilyet nem látott. És azt fogja gondolni, hogy hoppá, ez felhívás valamire. És ilyenekből van a probléma egyébként. Nyugat-Európában nagyon nehezen lehet ezt leküzdeni. Ráadásul ugye Afganisztánnál meséltem, hogy itt is van egy alapvetően
mesterséges határ Afganisztán meg Pakisztán között, hogy ez egy brit gyarmati projekt. Ugye a brit Raj addig mentek el, ameddig tudtak, ugye próbálták Afganisztánt is meghódítani, ez nem sikerült. Meghúzták ezt a határt, de a pashtunokat, vagy a pashtukat, a Afganisztán legnagyobb népét, azt ezzel ketté vágták. Ugye van egy van valamilyen szintű pashtun nacionalizmus, akik azt mondják, hogy a pakisztáni területnek Afganisztánhoz kéne tartoznia, mert ezt a britek elvették tőlünk. Tehát gondolják el, és nem csak emiatt, sok más dolog miatt van egy kölcsönös destabilizációs potenciál. Ja, ráadásul ugye ez egy plusz probléma, hogy a tálib győzelem alapvetően lendületet ad a nemzetközi dzsihadistáknak, tehát az, hogy igenis le lehet győzni egy nagy európai, amerikai koalíciós haderőt, mert ők ezt így látják. Na, Irak. Irak az az abszolút ki nem kényszerített hiba. Irakot a 2003-as amerikai beavatkozás tette teljesen tönkre. Ugye most halt meg szegény Colin Powell, akinek el kellett vinnie alapvetően a problémát, ugye vele mondatták ki azokat a hazugságokat, amiket a Bush adminisztráció akkor összerakott. Tehát amikor valami olyan elképzelésünk van, hogy a nyugati nagyhatalmak mindig igazat mondanak, mindig mindenkinek jót akarnak, azért nézzük meg alapvetően a 2003-as iraki háborút, hogy az Egyesült Államok hazugságok sorozatát adta el igazságnak, a New York Times, a Washington Post, a legnagyobb a CNN, és szegény Colin Powell, aki persze tudta, hogy nem mond igazat, ki volt kénytelen az ENSZ előtt lejáratnia magát, az egész világ közvéleménye előtt lejáratnia magát. Ugye ekkor én Irak referens voltam, tehát ott röhögtünk, hogy milyen mennyiségű hazugság van a Powell beszédben, meg úgy általában az amerikai propagandában. Tehát ez nettó, tényleg kétdekás propaganda volt, amivel az iraki háborút megcsinálták. Ráadásul nyilván nem akarták az amerikaiak, hogy a szélsőséges iszlám erősödjenek, azt gondolták, hogy csinálnak ebből egy sikertörténetet, vagy Irakból lesz egy szép demokrácia, csak Irak is egy mesterséges állam, amit összeraktak. Ugye alapvetően ez az ottomán, az oszmán birodalomnak volt több tartománya, és Irakot, meg Szíriát is a brit és a francia érdekek szerint rakták össze. Tehát ez is egy bizonyos, nagyon nagy, így a Kuvaittal kezdődött, a Kuvaitot úgy vették ki Irakból. Tehát Irak nem véletlenül gondolta azt, hogy azért Kuvaitnak oda kéne tartozni, azt egyszerűen kiszedték a britek, mert ott jó sok olaj van, legyen ott egy kis támaszpontjuk. Úgy játszottak ezzel a térséggel is, ráadásul ugyanakkor, amikor velünk Trianont játszották el meg ezzel az egész térséggel a határokat, hogy abszolút nem foglalkoztak a térség viszonyaival. Tehát semmit. Az, hogy vonalzó, Irak határait megnézzük, vonalzó határok. Vonalzóval meghúzzuk. Ez a francia érdekszféra, ez a brit érdekszféra. Párizsban meg Londonban megbeszélték. Ugyanúgy, hogy megbeszélték, hogy most hol lesz a határa. Nagyvárad magyar lesz, vagy nem magyar, vagy Debrecen magyar lesz, vagy nem magyar. Körülbelül ilyen nagy érzelmi átéléssel. Tehát amikor mondjuk a nyugatot vádolják, akkor ebbe azért van igazság. De a legnagyobb bűn, tehát hogy az elmúlt időszakot nézzük, ez a 2003-as történet, ami Irakot szétverte. Ugye nem volt szép a Saddam rezsim, azért azt húzzuk alá, hogy ez egy rendkívül primitív diktatúra volt, de ettől függetlenül semmiféle nemzetközi jogilag elfogadható oka nem volt az amerikai inváziónak, és amihez vezetett, egy instabil, részben Irán befolyása alá került ország, ami gyakorlatilag már azt nem tudja megcsinálni, hogy meg árammal, meg légkondicionálással ellássa a népességet. Ugye 40-50 fok, közel 50 fok nyáron simán lehet, különösen Bászrában. Elképesztő állapotok vannak, ugye hihetetlen gyorsan növekszik itt is a népesség. És ami Irakot még valamilyen szinten a felszínen tartja, az alapvetően az olaj. Tehát addig, amíg olaja van, amíg az olajár az jó, addig az olaj az működhet, valamilyen szinten legalább élelem, stb. Lesz, de amikor ez az olajnak a fenntartó ereje megszűnik, és mondom pár év, tehát a 2050-ig nem lesz ebből nagy olajár, akkor Irak is arra a sorsra jut, mint egyébként a már polgárháborúban szenvedő ország. Úgyhogy Irán az utolsó ország, amiről röviden beszélnék, tényleg már csak pár percen van. Ugye Irán a különbség. Tehát Irán az tényleg egy komoly történelmi múlttal rendelkező ország, ugye ez Perzsia. Perzsa birodalom,
Azt mondanám, hogy az iráni kihívás azért igaz, két dolog miatt komoly, nem azért, mert olyan nagy ország, mert nem annyira nagy, tehát egy 80 akárhány milliós országról beszélünk, de itt megvan az akarat, a tudás, a kohézió, hogy kihívás legyen részben a térségbeli, ahogy mondtam, jelentős részben mesterségesen összerakott országokkal, részben pedig a nyugattal szemben. Tehát itt a hadsereg, az atomprogram, a destabilizációs képesség az nagyon nagy. És egy megoldatlan kérdés ez is, ugye Iránnal a Trump adminisztráció megszakította a korábbi dílt, vagy felrúgta a korábbi dílt. Ez azért is probléma, és lehet azt mondani, hogy ez egy szörnyű megállapodás volt, ugye Irán és az európai nagyhatalmak között. Én nekem ahhoz elég tudásom nincsen, hogy ennél jobbat lehetett volna kötni, vagy nem. De azt képzeljük el, hogy egy nyugati ország, az Egyesült Államok mond föl valamit. Tehát én nagyon szeretem egyébként az amerikaiakat, meg nagyon egy fantasztikus ország, de amit az elmúlt 30 vagy 20 évben csináltak ebben a térségben, Irakkal, Afganisztánnal, Iránnal, Líbiával, ugye Líbiáról még nem beszéltünk, részben Szíriával, annak az árát mind mi fogjuk megfizetni. Mert ugye mivel kezdtem az előadást? Azzal, hogy ők ülnek a két hatalmas óceánjuk mögött. Oda ezek a milliók, meg hosszabb távon 10 milliók nem fognak elmenni. Ezt azért nem szokták annyira elmondani, mert amerikai barátaink nem szeretik a kritikát hallani. Én ezt megmondtam nekik akkor is, amikor a Honvédelmi Minisztériumban vezettem a védelempolitikát, megmondtam követségi bulikon, hogy nagyon rossz irányba mentek, most meg még szabadabban mondhatom el, hogy ezt Európa fizeti meg, meg ugye nyilván elsősorban azok a nemzetek, akik ott élnek. Tehát Iránban nincsenek rákgyógyszerek, gyerekek halnak meg ugye a szankciók miatt, és nyilván ezt az irániak nem fogják elfelejteni. Az Egyesült Államoknak, meg Európának sem egyébként, bár nem az európaiak mondták fel a megállapodást. Röviden ennyit akar, igen, tehát az iráni destabilizációs képesség. Hagyjuk a fegyveres dolgokat. Irán megteheti azt, hogy átengedi a pakisztáni meg afganisztáni menekülteket, vagy megteheti azt, hogy visszatartja. Ezt abszolút megteheti. És képzeljük el a helyzetet, hogyha van egy mondjuk pakisztáni polgárháború, ugye ez mondtam 200 milliós ország, vagy egy india-pakisztáni konfliktus, akkor mi lesz? Tehát most lehet, hogy persze azért, mert én ezzel foglalkozom, ezért látok ennyi negatív forgatókönyvet, de higgyék el, hogy ezt én őszintén így gondolom, úgy, hogy mondom, sok helyen láttam, sok mindent láttam, sok helyen jártam, sok mindent láttam. Őszintén úgy gondolom, hogy nincsenek olyan megoldások, amiket így elő lehetne húzni a kalapból. Persze tudunk segíteni, vagy Európa tudna segíteni, meg Amerika tudna segíteni, nincsenek. Alapvetően nincsenek könnyű megoldások, és amikor azt mondjuk, hogy akkor fogadjuk be a menekülteket, aki ezt megérdemli, 100 meg 100 milliók lesznek, akik ezt megérdemlik, mert tönkrement az országuk. Akkor mi legyen Európával? A 447 milliós Európa fogadjon be 200 millió embert? És akkor mi lesz azzal az 1 milliárddal még, aki Afrikában nem talál majd munkát? Akkor fogadjon be 1 milliárd embert? Hát higgyék el, hogy olyan méretű ez a probléma, annyira súlyos, amit még a mostani békés időkben, tehát ami 2015-ben történt, az tényleg nem volt 400 vagy 500 ezer ember, vagy 1 millió ember összesen, vagy 1,5 millió ember, ez nagyon pici számok Európának a méretéhez képest. Látjuk, hogy mennyi probléma volt belőle, tehát tényleg 10 milliók hosszabb távon 100 milliók indulhatnak el, és azok a megoldások, amiket most mi próbálkozunk, mint nyugati világ, hogy oda megyünk mondjuk Maliba, Közép-afrikai köztársaságba, próbáljuk ezt a békefenntartó műveleteket csinálni. Most egy ledobott bombából azért nagyon sok családba meg lehetne a családtervezést finanszírozni. Ugye egy repültóra egy vadászgépnek az több tízezer dollár, egy ledobott bomba szintén több, hogyha nem egy gravitációs bomba, hanem egy laser guided, tehát egy lézer irányítású bomba, az 50-100 ezer vagy még több dollár tud lenni, nyilván attól függ, hogy milyen. És nem, tehát nem arról beszél ma Európa, mert nem divatos erről beszélni, mert nem politikailag korrekt erről beszélni, hogy ezen kéne valahogy segíteni. Igazából
több ország esetében már teljesen mindegy, tehát se így, se úgy nem fog egybe maradni emberi számítás szerint. Azért lehetnének olyan társadalmak, amelyeken tudunk segíteni, mondom, nem erre megy a világ. Európában nagyon kevés ország van, amiben egyáltalán kimondjuk, hogy ez egy fenntarthatatlan történet. Magyarország egy ilyen ország, Dánia már egy ilyen ország kezd lenni, tehát vannak már ilyen országok, de nézzék, ez így még nagyon kevés. Ez így még nagyon kevés, és ez nem magyar belpolitika, ez egész egyszerűen Európának túlélése hosszabb távon, hogy ezzel foglalkozzunk. Ennyit akartam ma mondani, nagyon szépen köszönöm, és akkor szívesen válaszolok a kérdésekre, vagy hogyha valakinek van hozzászólni valója, természetesen arra is alkalma van. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Kedves nézőink, az elmúlt percekben Demko Attila, a Mátyás Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyvezetőjének előadását hallgathatták meg. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!